Ezt tájékoztatjuk a tisztelt résztvevő hatóságot, hogy több tízezren nézik ezt a felvételt országosan a Facebookon, amit folyamatosan élőben teszünk nyilvánossá annak okán, hogy nagyon sok tanunk legyen arra, hogy lehet Magyarországon mosolyogni. Ma milyen rendőri és hatalmi visszaélések és túlkapások folynak. A polgári törvénykönyvről szóló 2013-as évi 5. törvény alapján az 5x5-ös bekezdés a birtokvédelem illeti meg. A birtokvédelmet Lampert Mónika jegyzőtől megkértük. Ha a birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják és háborítják, a birtokos a birtokháborítás ellen felléphet önhatalommal. Elmondhatjuk és kijelenthetjük, hogy itt a birtokos jogalap nélkül háborítják, nincsen jogalapja az árverési vevőnek, olyan bírósági végzése sincs, sőt a végrehajtónak sem, és nem áll rendelkezésre a karhatalmi szervnek sem olyan bírósági végzés, mely egyértelműen kimondja, hogy Kovács Lajosné a birtokában nem tartózkodhat. Tehát ez egy jogalap nélküli birtokháborítás, magállagsértés, tilos önhatalom. Tehát, hogyha te vagy a meghatalmazott, neked miért nem mutatják ezt meg? A meghatalmazottként teljes körűen a Bátor Program Egyesület jogvédőjeként és igazgatójaként vagyok jelen. Egyáltalán nem engedtek be, hogy a teljes körű meghatalmazásommal éljek, amelyet az itt birtokban tartózkodó Kovács Lajosné adott a mai napra. Kizárólag azért a mai napra, mert a mai napon jogilag eljárni a saját nevében képzettsége hiánya okán nem tud, ezért kérte a Bátor Program Egyesületet, hogy ebben segítségére legyen. A Bátor Program Egyesület ügyvédek által és jogászok által létrehozott több éves egyesület, akik már nagyon sok ilyen intézkedést hiúsítottak meg, illetve utána visszaszerezték az ingatlant. Jó, neked bemutattak valami papírt? Semmilyen írományt az itt jelenlévő a közjegyző, a rendőrök, bárki? Semmit, elmondtam már többször, Kovács Lajos néven, semmilyen íromány nem létezik. Lehet, hogy neked, mint jogvédőnek, lakcímkártyának kéne lenni az éppen kilakoltatásban lévő lakásba, ahhoz, hogy fölmenjen. A meghatalmazás teljes körűen nem elég ahhoz, hogy bejuthassak a magánlakot sértő, hivatali szervek által biztosított végrehajtó jogalap nélküli intézkedéséhez, hogy megvédhessem a birtokban lévő vétlen birtokost. De még finomabb ide lakcímkártyával rendelkezőket engednek be. Ez jogalap nélküli, ez jogsértő? Ez teljes mértékig jogsértő, sérti a birtokos alapvető állampolgári alanyi jogait, és az enyémet is, akit megbízott. Ennek kapcsán sérti a Bátor Program Egyesület, mint jogi, ügyvédi és tulajdonképpen jogi személyiséggel rendelkező személy és egyesületnek a tulajdonképpen az intézkedését és a jogait is. Tehát akkor ez gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy kik tartózkodnak bent, gyakorlatilag csak a rendőröknek a jelvén számából tudjuk, hogy ki tartózkodik. Na de ők rendőrök? Te tudod, hogy ők rendőrök? Az a nagy helyzet, hogy még a rendőröknek a végrehajtó sem igazolta magát, hogy ő az a személy, aki a személyigazolványában szerepel. Óriási. Itt semmilyen adós ebben, az ingatlanban soha nem is tartózkodott, nem is tartózkodik. A végrehajtóról tudjuk, hogy ő végrehajtó? A végrehajtóról sem, meg az őt segítő lakatosokról, akik állandó segítői, sem tudjuk, hogy kicsodák, de magánlak sértésére a videófelvételek alapján természetesen feljelentéseket, az ügyészségi feljelentéseket meg fogjuk tenni. Eredetben már eleve meg van téve a feljelentés a zárverési vevő ellen, aki többször zaklatta az itt tartózkodó vétlen és nem adós birtokost.
Tehát gyakorlatilag azt se tudjuk, hogy kik vannak az ingatlanban, nem? Gyakorlatilag a jelvényszám alapján tudjuk csak, hogy kik lehetnek az ingatlanban, az összes többi személyről a birtokosok. Lehetnek szélhámosok is, nem? Jogsértő, sőt, alapjogi jogokat sértő eljárásban idegen, azonosíthatatlan állampolgárok tartózkodnak az ingatlanban. Ez a teljes tény. Tehát teljes mértékig megállja a magállagsértés, a rendőrségtől, a budapesti rendőrfőkapitányságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy befáradhatunk és feljelentést tehetünk, elmondhatjuk a telefonon, hogy mit akarunk, de ők nem fognak a rendőrök ellen kiküldeni a rendőri hivatali túlkapásos intézkedések kapcsán semmilyen olyan rendőri dolgozót, aki viszont ezt rögzíti, hogy ők túlkapásban vannak, és illetve egy konkrétan katonai büntényt követnek el. Felhívjuk újra őket, hogy ezt gondolják, megfontolják meg, és még mindig lehetőségük van, hogy a parancsnokukat, hogy a feljövőbeli szervüket értesítsék arról, hogy itt konkrétan teljes mértékig jogalap nélküli magánlaksértés folyik. A birtokost megkérjük, hogy mindenáron védje meg a saját birtokát, ehhez teljesen aranyállampolgári joga van. A birtokosnak teljes mértékig joga van ahhoz, hogy bármilyen formában ebben a veszélyeztetett helyzetében a saját érdekében fellépjen. Kijelentse, hogy az összes ingóság, ami bent van a birtokában, az a saját tulajdonát képezi. És kérjük a birtokost, hogy álljon ki emellett, amíg a birtokos az ingatlanban van, aki ellen semmiféle rendőri és parancsi intézkedés nem teljesíthető, mivel ő nincs megjelölve sem név szerint, semmilyen formában ebben az eljárásban, addig a rendőrök és addig a karhatalom és addig a hatalom nélküli végrehajtó semmit nem intézkedhet ellene. A birtokos figyelmét felhívjuk, hogy tartson ki emellett és folyamatosan védje a birtokát. A birtokjoga erősebb a tulajdonjognál. Teljesen mindegy, hogy ki az ingatlan birtokosa vagy tulajdonosa, a birtokos meg tudja védeni a saját birtokát, ha azt önszántából nem hagyja el. Tehát kérjük a birtokost, és azért vagyunk itt, mint magánszemélyek őt biztosítani, hogy ő jogszerűen jár el, amikor megtagadja azt, hogy a birtokot elhagyja, ahova állandó lakcímen van bejelentve. Tehát a birtokos türelemmel és kitartással tartózkodjon folyamatosan döbbenek az ingatlanában. Döbbenek abban az ingatlanban, amit jogszerűen birtokol. Ő ellene semmi fajta papírt a rendőrök felmutatni nem tudnak, a végrehajtó semmit felmutatni nem tud. Ami most történik, az konkrétan parázdaság, betörés és tilos hatalommal való BTK 305/1 visszaélés, és illetve a rendőri túlkapás okán megsértése a 2015-ös törvény 42-es paragrafusának a bekezdésével. Ezért a katonai ügyészségre fogjuk bízni az ügyet, és természetesen az ügyvédek segítségével is a feljelentéseket meg fogjuk tenni a szükséges és törvényes módon, mert mi betartjuk a törvényeket, ugyanis mi a Magyar Köztársaságnak a jogkövető állampolgárai vagyunk. És újra felszólítom a rendőröket, hogy tagadják meg a bűncselekményben való részvételt. Megkérjük, mert felszólítani senkit nem szólíthatunk, mivel hát magánemberek. Hogy ne, dehogy nem. De. Mindenki felszólítani tagadja. Hogy ne szólíthatnám. Úgyhogy én csak tulajdonképpen tájékoztató jelleggel felhívom a figyelmet újra a súlyos jogalap nélküli intézkedésnek. De ez nem jogalap nélküli, hanem a jogalap jogsértő. Jogsértő. A jogalap nélkülit úgy értjük, hogy a jogalapja nincsen semmi a végrehajtónak sem arra, hogy ide egyáltalán rendőri szervet hívjon, hiszen a bent lakó birtokos ellen semmilyen írományt felmutatni nem tud, ellene semmilyen eljárás nem folyt le a végrehajtó által. Ezért végrehajtó. Ez jogalap nélküli, tilos önhatalom és teljes mértékig jogsértő,
és természetesen állampolgári alanyi jogaiban is mindannyiunkat jogsérelem ért. Egyébként is a PTK 484 alapján tulajdonképpen mi most bejelenthetjük, hogy károkozást vettünk észre, és a súlyos károkozás okán elindíthatunk pluszban még egy eljárást, úgyhogy ezeket mindent meg fogunk tenni, hogy a jogsérelmet, amit itt elkövettek a mai napon, és amit folyamatosan még elkövetnek, azt orvosoljuk, és az igazság szerint ugye a tulajdonjogi igénypernek a figyelembe vételével legfőképpen, és a birtokosnak az alanyi állampolgári jogainak a figyelembe vételével, a kártérítést és az egyéb, ami bármi lehetséges és kivitelezhető, és a törvények szerint valós, azokat tulajdonképpen véghez vigyük. Úgyhogy ezeknek az intézkedéseknek súlyos következményei lesznek. A rendőrök pedig tévedésben vannak, azt hiszik, hogy a saját vagyonuk rovására nem vonhatunk felelősséget. Bizonyám. Egyesével. Hát most még nem, de majd igen. És ez az idő következik. Gyakorlatilag... Gyakorlatilag az is előállhat, nem? Hogy szereznek emberek rendőrruhát, ideállnak, és bárkinek az ingatlanát elvehetik, nem? Tartózkodásával. És ne írjon alá jegyzőkönyvet. Semmilyen jegyzőkönyvet senki nem írhat alá, hiszen ebben az ingatlanban nem tartózkodik adós. A végrehajtás egyáltalán nem folyt a bentartózkodó birtokos ellen, tehát jegyzőkönyv aláírása semmilyen formában nem történhet meg. Fejér Balázs ellen lehet jegyzőkönyvet, vagy az ő ingóságai ellen lehet jegyzőkönyvet kiállítani. Itt nincsen Fejér Balázsnak semmiféle ingósága, még csak állandó lakcíme sem. Maga sem tartózkodott soha az ingatlanban, még csak lakás kulcsa sincsen. Ez bizonyítja az is, hogy lakcímkártyája sincsen, és fel sem mehet az ingatlanba a rendőrök szerint. Tehát az adós ellen nem folyik semmiféle esemény pillanatnyilag. Nem igazolták magukat senki. Teljes mértékig. Semmilyen papírt nem mutattak meg senkinek. És mindenféle formában meg kell tagadni az intézkedést, amit most elkövetnek. A birtokost pedig felhívjuk, hogy semmihez nem szabad asszisztálnia sem félelemből, hiszen meg van fenyegetve, már ezzel a cselekménnyel is fenyegetettséget vittek a birtokába, és tulajdonképpen birtokháborítást követel mindenki, aki itt van. És a birtokos ellen intézkedik. De egyébként én azt nem értem, hogy például a törvényes meghatalmazott miért nem mehet fel? Mert állampolgári jogainktól minden egyes formában meg vagyunk fosztva. Én ezt értem, azért de nem mehetünk fel. Meghatalmazással rendelkezett. Mi láttuk is, igen, az övékét nem is láttuk. A meghatalmazásból egy példányt átadtam a rendőr vezető, csoport vezetőjének, akinek ugye a nevét sajnos nem tudom, mert csak a jelvényszámát tudjuk. Ezért a jelvényszám alapján a később érbe tudjuk beazonosítani. Azt mondja, lehet, hogy tűzoltók, csak rendőrnek öltöztek. Körülbelül. Ennyire tisztáztuk a helyzetet, a tisztáztat Krisztina, és mégis asszisztálnak hozzá. Kérjük a birtokost, hogy mindenféleképpen tartsa szem előtt, hogy a birtok egy olyan tény és állapot, amikor az ő birtokában van a dolog. A dolog az ingatlan, és a dolog az összes saját tárgya. Ezért, mivel az az ő birtokában van, és ő ellene semmiféle intézkedés nem folyik, semmilyen jogi eljárás nem folyik, és nincsen papír, és nincsen végzés, innentől kezdve ő a dolog megvédésében kötelezetten és jogosan jár el. Jó emberek vagytok, ne szolgáljatok! Biztos, hogy nem tűzoltók, mert a tűzoltók megmentik az embereket. Igen. Nem magyar érdekeket szolgálunk. Nem a magyar állampolgárokat védjük és szolgáljuk. A magyar állampolgárok ellen már nagyon sokat elkövettek az elmúlt 1000 évben, és itt ez még mindig zajlik.
Téged kiküldtek? Nem, hogy segítséget kérünk pakolni, ki az meg azt mondta. Mi az, hogy meg ír, nem? Nem, azt a védnek, az áterési vevőnek kell biztosítani, nem Martika! Ne haragudják, itt hova amíg bent van a birtokos a birtokba, addig semmi nem tud történni. Amíg a birtokoshoz hozzá nem nyúlottnak, hogy ellenem nincsen semmi papír, ne csináljuk már ezt a hírséget. Mennyi föl segíteni? Semmi, valamit? Nem. Anyukám, ott marad gyönyörűen bent az ingatlanba. És nem mozdul meg, tévézze, nézze a... Így van, be lehet kapcsolni. Az izaúrát, bármit nézhet. Lehet hozzá, nem mehetek föl, nem mehetek föl, mert nincs ide lakcímem. Nekem meghatalmazásom van. Tehát törvényes meghatalmazott, könyörgöm. Törvényes meghatalmazott. Törvényes meghatalmazott, le van adva a meghatalmazása. Hát most tényleg bűncselekmény bűncselekményre halmoznak. Menjél be! Hogy lehet ezt megcsinálni? Ha az ön édesanyjával történne ilyen, akkor ugyanígy állna itt? Hát nem veszik észre, hogy népírtás folyik? Tudom, de hát valakinek el kell mondani, hát figyelmeztetni kell, hogy bűncselekményt követel. Ha rendőr akar lenni, nem győzöm lebeszélni. Nincsen bajunk a rendőröknek, hogy van jogszabályunk. Mert azóta vagyunk, hogy bűncselekményt észlelnek, akkor nekik fel kell állni. A birtokosnak... A birtokosnak... Ki kell tartania a birtokosnak a birtokában? Kifél jobban. És maguknak nem engednék fel a rendőrök, a jogi képviselőt. Jogi képviselőt kötelesek fölengedni. De ne hidd el, Martika! De ezt nem nyúlhatnak hozzá, hogy nem adós. Nyilatkozzátok le, hogy nem adós. Fönn nincs senki velünk. De miért nem mehet fel egy törvényes képviselő? Törvényes képviselő felmehet. Igen, azt mondta a végrehajtó. Hát már a bíróságon is ott lehet a törvényes, a védő. Anyukád bent marad, ő megvédi a birtokát, ő megvédheti az ingatlant. Hány éves az anyuka egyébként? Hát akkor fel kell menni, az másik feles. De nem engednek fel, akit ellenáll. Azt mondta ez a fickó, hogyha megbeszélte volna a Balázs, azt mondta, hogy rossz jogi tanácsot. Ja, persze, ez a szöveges duma, Magdika, el ne higgyél semmit. Ha megbeszélte volna, akkor adna 30. Ne, ezt csömörön eljátszották. Ne, Magdika, semmit nem szabad elhinned. Ha bármit elhiszel azon kívül, amit mi mondunk, és jogszerűen. Ezzel húznak csőbe. Maradjatok a lakásban. Menjél föl, engedjék fel a törvényes képviselőt. Miért nem engedik fel a törvényes képviselőt? Mert se személykárdák azért. Most már tényleg elég. Most már tényleg ez most már mindennek a jó Istenből csinálnak bohócot, komolyan mondom. Milyen jogsegély? A rendőrségi panasztestülethez lehet bejelenteni. Jó, oké, addig meg kiteszik a lakásba, most kell felmenni. De nem teszik ki, ha ő bent marad, mert jó, ő 71 éves. De akkor is csak, hogyha bent marad, akkor nem tudnak csinálni semmit. A lakatosnak van ide lakcímkártyája, vagy mi? A lakatosnak sincs ide lakcímkártyája, és mégis garázdálkodnak az ingatlanban. Szó szerint garázdaságot követnek el, amikor hozzáérnek bármilyen ajtóhoz és bármilyen... Pakolni jönnek? Pakolni nem jöhetnek. Nem fognak. Lakcímkártya van? Van lakcímkártya? Balázs! Nem vagy itt a lyuk! Hello! Fejezed! Hát ez komolyan mondom, hol tartjátok be a törvényt? Arra vagytok képesek, hogy ott álltok az ajtóba? És akinek meg törvényes képviselője van, nem engeditek be? A törvényes képviselőt be kell engedni. Nem nyúlhatnak az igazságokhoz. Magyarországon diktatúrikus, tilos önhatalommal visszaélés, és konkrétan bűncselekmény folyik minden egyes ilyen esetben, ezt nagyon jól tudjuk, eddig is tudtuk.
most már hivatalosan is bizonyította válik országvilág előtt, mert ezt a videót több százezren. És ha nem álltok fel százezren, és nem takarítjuk el ezeket a mocskokat, akkor nagyon-nagyon rossz dolog, rossz világ lesz. Most több százezren a lakatosnak sem volt lakcímkártyája, mégis bemehetett. Igen, tehát aki szankcionál, és adós nem lakik az orgazda. Teljes mértékig magállapsértést szégyeljék magukat, el, mindannyian. Mindenki, aki itt van. Nem egyenlőek a jogok az egyik magyar állampolgárnak, meg a másiknak. Vagy nem magyar állampolgárok vagytok? Mert mi azok vagyunk. Lehet, hogy ők már az alaptörvényre esküdtek fel, az alaptörvény szerint, hogyha jól belegondolunk. Alaptörvényt fejezd be! Most fejezd be az alaptörvényt! Most fejezd be az alaptörvényt! Nehogy hivatkozzál rá! Emiatt, hogy ők arra esküdtek föl, bármit megtehetnek, hiszen egy lebegő kormányban, egy lebegő törvénnyel bármit meg lehet tenni. El van bújtatva az egész. Ezzel a tudatban teszik. Mindez addig lesz érvényes, amíg ez a lebegő kormány a lebegő törvényével érvényét tudja mutatni az emberek felett és a de társadalom felett. De nem igen, tudjuk, hogy nincs kormány, csak a lebegés van. De még az őre, ő jogra együtt szerint sincs most kormány. És ha igen, akkor ők most ezzel szerint járnak el. Most jelen pillanatban igen. Most igen. Ez az egy hét az, amikor érvénytelen. Jelen pillanatban az, amire felesküdtek, és az egy hamis törvény, vagy egy nem létező, az érvénytelen, csak ők most ebben nem nincsenek tudatában. És akkor mondjuk el, 2012. január 1-ével államcsíny történt. Tudnak önök róla? Tudnak? 15. kerületi kapitányságnál voltunk felvilágosítva. Felvilágos, tehát kell tudni. Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem tudja. Amíg a birtokos a birtokában marad, és ezt a saját birtokjogán védi, és nem hiszi el azokat a szövegeket, amiket megfélemlítésből mondanak neki, addig ugyanúgy, ahogy az eddig a percig, ezutáni perc után sem lesz semmi bántódása. A birtokos, ha tudatában van a birtok minden jogának, semmilyen bántalmazás a cuccaihoz azért nem lehet hozzányúlni. Nem az ő tulajdona. Mert a birtokosnak nincsen nem magyarok, őrinc, ezek a rendőrök nem magyarok, ennyi. A birtokosnak nincsen adóssága, jó, ezt magyarázd is el, jó? Mert ezt a sok ember nem fogja így érteni. Tehát így lehet maganeket mondani. A lényeg az, hogy a birtokos valakinek válaszoltam. És a birtokos tulajdonához hozzányúlni nem lehet, mert ellene semmilyen féle intézkedés nincsen. Semmilyen iromány nincsen, és semmiféle felkérés nincsen. Hogyha ezt a rendőrök megengedik, és ehhez asszisztálnak, hogy a pakoló emberek, vagy a bárkik, akiket itt jogtalanul beengedtek birtokháborítással és magállagsértéssel, azt tudjuk, hogy kik ők. Akkor tulajdonképpen teljes mértékig törvénysértést követtek el. Nem. És az ügyészségi feljelentésben ezeket is természetesen minden formában beredezünk. Úgy tűnik, hogy nem zavarja. A nem adós és soha végrehajtás alatt nem lévő birtokos ellen fellépni nem lehet, mert nincs rá vonatkozó iromány. Semmilyen olyan fajta irományjal nem rendelkeznek, ami jogalappal lehetne arra, hogy ez nem jogsértő magatartás, amit ők most elkövetnek. Pont jó példát adnak a bűnözőknek. A nyugodtan feküdjön le, és nyugodtan nézze a tévét, a sajátját, amihez senki nem nyugodt hozzá. Márki-Zajt fel kéne hívni. Márki-Zajt. Ki tudja a Márki-Zajnak a telefonszámát? Hát el kell neki mondani. Hát kit érdeknek? Hát innen nem visz neki semmit az kurva élet. Arra nincs ötletem, hogy ezen felül a bíróságot, ugye, bírót hiába hívott, hát egy... A bírónak a végrehajtás megszüntetése peranyagba is ezt beadtuk sorok kívülére a... Há? Maddika, légy szíves, hívjad fel a bíróságot! Légy szíves, hívjad fel az igényperes bírósági elnököt a 4.-15. kerületi kapitányságon! Kapitányságon, bíróságon. Bíróságon. Magdika, légy szíves, hív fel a bírót. Egy kezekben van az egész. Ja, igen, megmondta világosan. Igen, világosan megmondta. Senki nem pakol össze, gyerekek, hát viszik befele a dobozokat. Nem lehet összepakolni. Majd akkor, hogyha bárki igazolta magát. Tudatában
nyúlhat bárki bármihez, kárfelelősséget. Üljek, viszi a dobozt. Tehát kárfelelősség, minket magánembereket nem bánthat egy magánember. Nem rendőr, maradjunk itt. Nem rendőr. Most beszélgetünk. Szeretnénk beszélgetni. Nem jöhet ide. Tudtuk szerint, hol az adós? Mutassa meg. Fejér Balázs, mikor van? Ön igazolta magát, ki ön? Hol a lakcímkártyája? Ki ön? Én, mint a bátor, a jobb képviselőt nem engedik föl, majd pont magát fölengedjük. A fenntartózkodó személyek jogi képviselője kéri, hogy igazolja magát. És az önvédelmére rendőr nem lett kirendelve, tehát ön nem mehet föl. Az önvédelmére rendőr nincs kirendelve. Sérülés, vagy akár sérülés nem lesz, hogyha ő nem visz. Mi biztos nem fogjuk bántani, higgy el. Biztos, hogy nem. Engem megrúgott, biztos, hogy a másik úr, akkor azért is... Nem kiveri a kezemből a dobozt. Nem nyúlhat senki. Nem nyújtunk hozzá, összetörtünk egy dobozt, vagy mit történt? Semmi nem történt. Micsoda? Itt van a videó, hívottam. Folyamatosan vesszük, ugye visszanézzük. Világon semmi nem történt. Az viszont rajta van a videó, hogy engem megrúgott a másik. Ne gyere az embernek a közelévől, jó? Hogy ne ott hozzájöjjetek. Tehát az ő jogvédelmére nincsen a rendőr felkérve. Tehát az ő jogvédelmére nincsen a rendőr felkérve. Puszit neki! Vannak, akik megoldhatnak, neki lesz a problémája. Elnézést, hol vannak? Hol van a Kovács? Nem szeretném, hogy tapogassanak ezt el, nem kell kerülni. Ellen kilakoltatási felhívás, mert csak Fehér Balázs ellen van. Mondja meg, hogy hol van Kovács Lajosné ellen kilakoltatási felhívás. Mondja meg, hogy hol van ellen. Mutassa be azt az irományt, amiben felhívták a parancsnoka, megengedte, hogy tartózkodjon Kovács Lajosné ellen. Legyen szíves, mutassa be ezt az irományt, mert ilyen irományt bemutatni nem tudok egy ígérben sem. Semmilyen formában ebbe az csatlanba Fehér Balázs nincs bejelentve, tehát ő ellene nem vihet el dobozokat. Szereti! Barátság! Nem is akar! Nyugtalanságot kövessen el! Megbízott, én vagyok! Ezt mondtam önöket, hogy ezt hagyják, ahol mert személyes szabadság korlátozások úgy sem. Igen, a cincs személyes szabadság. És fönt a lakásban meghatalmazottként korlátoznak a személyes szabadságomba azzal, nem mehet be. Mint jogi képviselő. Igen, nekik van személyes szabadságuk, nekünk nincs. De a fönt lévő személyeknek is korlátozott. A fönt lévő személyekhez nem engednek be bennünket, ahol ők jogaikba korlátozva vannak, és mi személyes meghatalmazottat nem engednek el. Nem lesz bűncselekmény. Bűncselekmény ott van fönt a lakásban. A Krisztinának hívjanak megerősítőt, hogy fel tudjon messze a bolgát. Ne tudjon menni a lakásba. És nem innen kiabálni föl az 5. emeletre. Mikor